Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi vár rád november hónapban, ezúttal a szűz jegyében születettekről van szó. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, mint például ezt a havi jóslást. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Ez a férfi utal a férfiakra, vagy a te lelki társadra. A fejetek fölött lévő képek jelentik a gondolatokat. Nála ezek a kártyák jelennek meg. A kulcs jelenti az ő magabiztos fellépését. Ő használni fogja ezt a kulcsot, lezár bizonyos dolgokat, egyúttal kinyílik itt ez az ajtó, ezek a lehetőségek, és ő élni fog ezekkel a lehetőségekkel. Sőt, itt látható ez a nyitott ablak, ez is egy lehetőség, lehet egy internet kapcsolat, de amit ez a kép még jelent, egy meglepetés, vagy egy ajándék, egy látogatás tervezése. Itt látható az alkotó munka, ami szerencsét és jólétet hoz számára. Ő közel áll hozzá, de mire itt változik köztetek a helyzet, és megkapod ezt a levelet tőle, ez eltarthat november végéig, vagy december elejéig. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezek a kártyák mutatják a te gondolataidat. Itt látható a szerelem, egy találkozás, a hűség, itt az ablakok jelentik a lehetőségeket, nyitott vagy arra, hogy ő közeledjen hozzád, de ami a munkát, a hivatást, ezt a tevékenységet illeti, itt is lesznek változások, lesznek szerződések, és itt egy találkozás. Ez a kasza segít abban, hogy elvágj bizonyos dolgokat, de jelenti azt is, hogy sok minden úgy történik, amikor nem is számítasz rá. Itt az utak jelentik a te döntésedet, hiszen elgondolkozz azon, hogy milyen irányba cselekedj, milyen irányba tekints. Te ezekkel a kártyákkal egy vonalban vagy. Itt látható a hűség, vagy a barátság, de lehet egy házi állat is. Itt vannak lehetőségek, kapcsolatok, sőt, itt ez a homok óra mutatja, most eljött ennek az ideje, cselekedni kell, és van hirtelen változnak a dolgok. Lehet, hogy lesz egy más irány, hogy vannak nálad tervek, de van külső befolyás, és így megváltozik majd az irány. Te ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban vagy. Itt van a remény arra, hogy kinyíljon ez az ajtó, vagy hogy ő nyitottabb legyen veled szemben. A hajó jelent utazásokat, külföldi kapcsolatokat is. Hamarosan lesz egy hír külföldről. Te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, itt van a kártyavetőnő. És mit közöl ez a jósnő veled? Itt szerelemről van szó, tiszta érzelmekről, találkozásokról, nyereményről. Itt szintén a találkozás látható. Ez a férfi ezzel a levéllel van egy vonalban, tehát tervezi azt, hogy lépéseket tesz feléd, majd írni fog. Ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban van, ő él a lehetőségekkel, lesznek tevékenységek, nyeremény, megváltozik körülötte sok minden,
és van külföldi kapcsolat is. Az is lehet, hogy külföldön él, meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás. Ő ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban van, nyílik egy ablak, ezek is lehetőségek, vagy megszépít valamit a környezetében, vagy van egy kreatív tevékenység, vagy meglátogat téged, lesz egy ajándék, egy meglepetés, és a kaszával ő elvág, eltávolít bizonyos dolgokat, például itt a két irányt, és akkor olyan hirtelen változik a helyzet, itt is látható a változás, hogy egy irányba tekint. Nem lesz olyan bizonytalan, mint korábban. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét november hónapban itt látható, kisüt a nap, megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit. Ha te egy hölgy vagy, belenézel ebbe a tükörbe, és megváltozik a külsőd vagy a hozzáállásod. Olyan nyitott vagy, de titokzatos. Mindkettőt éled. Hamarosan lesz egy találkozás, de a háttérben ez a híd még azt jelenti, hogy ez még egy átmeneti időszak. Az egyik partot már ugyan elhagytátok, bizonyos dolgokat lezártatok a múltból. Van egy irány, van egy lehetőség, de még nem érkeztetek el a másik partra. Légy kicsit óvatos, mert itt látható, hogy mások beszélgetnek, csevegnek, pletykálkodnak. Emiatt a háttérben megjelenik a hegy. Ezek problémák, nehézségek, kihívások. És dönts úgy, hogy más irányba tekints, ne foglalkozz ezekkel az emberekkel, vágd el ezeket a kapcsolatokat. Ami a munkát, a hivatást illeti, vagy egy kreatív tevékenységet, itt meg lesz a nyeremény. Második hét november hónapban a kártyavető nő játszik itt egy nagy szerepet, hiszen ő jósol. Megjósolja azt, hogy lesz találkozás. Nyitott vagy, ő is nyitott arra, hogy legyen kapcsolat, legyen találkozás, lesz egy meglepetés. Ez a kártya utal a munkára, a hivatásra. Itt ezen a területen lesznek fontos beszélgetések és nyeremény. Ami a házat illeti, ez jelenti az otthonodat, ahol le tudsz horgonyozni, vagy jelentheti azt, hogy ki akarsz építeni valamit, és ez jelentheti egy magáncég, egy vállalkozás indítását is. Itt vannak fontos beszélgetések, javul az anyagi helyzet. A ház jelentheti a családot is, itt is lesznek fontos beszélgetések. Harmadik hét november hónapban itt látható. A környezetedben van valaki, aki figyel téged, vitázik veled, kerüld el ezt a szemét. Lesznek új kapcsolatok, más kapcsolatok. Lehet, hogy itt lesz egy új kezdet a munkát, a hivatást illetően. Ez a kép jelenti a külföldi kapcsolatokat. Ami a szerelmet illeti, megvannak a tiszta érzelmek, sőt a hűség, a remény, és ez a férfi közeledni fog hozzád. Utolsó hét november hónapban itt látható a lopás, a pletyka. Légy óvatos, akkor is, ha az egerek segítenek, mert ahol az egerek megjelennek, eltávolítanak valamit, és akkor az már nincs ott. Segítenek abban ezeket a kapcsolatokat lezárni. Bízd az élet utadat a sorsra, hiszen a kereszt jelenti a hitedet, és a változásokat is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozol azon, hogyan tovább. Ez a talizmán segít neked, hiszen hozza a szerencsét, óv téged. Ez a kép jelenti az időt. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni.
ami közeledik hozzád, egy hír tőle, ez lehet egy szerelmes levél, lehet egy meghívás, ami a munkát, hivatást illeti, hiszen azzal is egy vonalban van, ez a levél lehet egy szerződés is, itt változnak a dolgok. Ez megjelenik már november végén, de elhúzódhat december elejéig. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!